Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, elcsendesedett lélekkel együtt imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 153-as énekünknek első versét énekeljük. A 153-as énekünk első versét énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Máté evangéliumának 18. fejezetében, a 21-től 33-ig terjedő versekben. Figyelemmel, alázatos lélekkel hallgassuk az ígét. A felolvasott résznek ez a címe a gonosz szolga. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, úgy, hogy én megbocsássak néki. Még 7-szer is. Jézus így válaszolt, nem azt mondom néked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ezért hasonló a mennyeknek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizesse. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve, börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem.
nem kellett volna-e neked is könyörültöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? A kegyelem Istened tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, együtt imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosabb lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonság tételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 250-es számú énekünk első három versét énekeljük. A 250-es énekünknek első, második és harmadik versét énekeljük. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
felséges Istenünk, mennyei Atyánk, hangosan kimondjuk, te neked, velünk együtt imádkozóknak, hogy nem csak azért vagyunk ma együtt, hogy nevednek tiszteletet, dicsőséget adjunk, hanem hogy kérjük. Úgy, amint énekeltük, szent lelkeddel adj erőt. Mert súlyosak és nehezek sokszor a mindennapi életnek gondjai. Adj lelki erőt, Uram, mert nagyon nehéz szemlélni, látni, hiába a mozdulat, az imádság, hiába a vágy, a szeretet, amivel megállnak betegágy mellett emberek, lassan kilép valaki ebből a földi világból, aki hiányozni fog, akit nem tudnak, nem akarnak elengedni. Adj erőt, Uram, mert annyi az erőtlen ember, akit hordoznunk kell, segítenünk, felemelnünk mélységből. Adj erőt, Uram, mert sokszor olyan gyengéknek, kiszolgáltatottaknak érezzük magunkat. És taníts bennünket, ígéd és szent lelked által. És taníts bennünket most, amikor ígédre figyelünk, és taníts, amikor otthonainkban nem találjuk a mozdulatot, ami az örömöt, a békességet, a szeretetet adná át mellettünk élőknek. Hisszük, Uram, tudjuk, hogy te meghallgatod imádságunkat, ezért merünk alázatosan hozzád fordulni, mint eladósodott szolgák, ezért merünk téged kérni, mert te vagy a mi Urunk, megváltunk, ne hagyj el, légy velünk, segíts meg, most is mindörökké. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 404-es énekünknek első, második és harmadik versét énekeljük. Kérem a gyerekeket, hogy ének alatt a vallástanárnővel vonuljanak át a gyülekezeti terembe. A 404-es énekünket énekeljük, annak első három versét, Siess keresztjén lelki jót hallani.
igéjét, ugyanint írva található Mózes 3. könyve 25. fejezetéből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő igéje által Mózes 3. könyve 25. részében felolvasom, figyelemmel, alázatos lélekkel hallgassuk. A felolvasott résznek ez a címe, a nyugalom esztendeje. Azután így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai hegyen. Szólj Izrael fiaihoz, és ezt mondd nekik. Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugodalma a földnek is az Úr nyugalom napjához hasonlóan. 6 éven át vesd be meződet, és 6 éven át mezd meg szőlődet, és takarítsd be termésedet. De a 7. esztendőben legyen teljes nyugodalma a földnek az Úr nyugalom napjához hasonlóan. Számolj azután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt, úgy, ahogy a 7 nyugalom év idején 49 esztendő legyen. Akkor fúvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján, fúvasd meg a kürtöt országszerte. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek föl szabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep. Hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki nemzetségéhez. Öröm ünnep legyen az 50. esztendő. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki birtokához. Ez Istennek igéje. Keresztény testvéreim, a múlt vasárnapi ige hirdetés során a bevezető gondolatokban elhangzott egy mondat. Elmondtam, hogy a múlt vasárnapi ige hirdetést, de a mai ige hirdetést is arra építettem fel, úgy kerestem, kértem az Úristentől az igét, hogy hallottam a televízióban egy katolikus plebánosnak a kijelentését, amely így hangzott, hogy a világ, a társadalom, az emberiség elvárja az egyháztól, a lelkipásztoroktól, hogy szóljon bele a mindennapi életbe, helyezze vissza a társadalomba a hitet, az erkölcsöt, hogy újra normális keretek között zajlódjon az életünk. Hát ez az ige is, és ez a prédikáció is, szabad legyen így fogalmazni, beleszólás, üzenet, nem én, hanem az Úristen beleszól és üzen ennek a világnak, hogy hogy lehet, hogy kell szépen élni az életet. De ahhoz, hogy ezt a beleszólást, ezt az üzenetet elfogadjuk, egyszer látni kell, hogy hogy is él a mai emberiség és társadalom. Hogyha a világ társadalmat, a politikát, a gazdaságot nézzük, akkor a 21. századot, az elmúlt éveket, és ha így haladunk még sok-sok esztendőt, ezzel tölt ki a politika és a gazdaságtan, hogy felteszi a kérdést, hogy hogy jutottunk ide. Keresi elemzők sokasága a választ, hogy Európa, a világnak a gyöngyszeme, egy Görögország, egy Spanyolország, egy Olaszország, ami szép kis Magyarországunk, hogy jutott ide, hogy gazdaságilag összeomlott minden, hogy eladósodtunk, hogy nem tudjuk
egyik napról a másikra megtervezni az életet. Miért van ez? De testvéreim, ebben az Isten tiszteleten még nem erről szeretnék beszélni. Ezt megoldják majd, ha Isten üzenetét meghallják a politikusok. Én arról szeretnék beszélni, amit gyakran felteszünk magunknak a családunkba, a mindennapi életünkben, hogy hogy jutottunk ide. Mert tessék elhinni, nagyon sokszor felteszi az ember a családjába a kérdést, hogy jutottunk ide? Mi, akik olyan boldogan megállottuk ezt az életet? Mi, akik úgy vigyáztunk a szóra? Mi, akik imádkoztunk a családunkért egymásért? Hogy jutottunk ide, hogy örömtelenek lettek a napjaink, kedvtelenül kelünk és fekszünk? Hogy jutottunk ide, hogy fejünk fölött összecsaptak a hullámok, mert tanácstalanul nincs mit mondjunk, és hogyha keressük erre a, így mondja a nemzetközi szó, hogy recesszió, a visszazuhanást, a kilátástalanságot, ha keressük, miért jutottunk ide, akkor azt mondjuk, hogy a felolvasott ige alapján, hogy félretettük az Úristen törvényét, és a magunk alkotta, a magunk teremtette törvények és szabályok szerint rendezkedtünk be ebbe a földi életbe. Félretettük az Úristennek a törvényét, és meghatároztuk és megszabtuk azokat a normatívákat, szabályokat, amelyeket két-három ember, cég, intézmény, IMF, világgazdaság, bank, szektor azt mondja, hogy kapsz pénzt, kapsz segítséget, de a szabályt azt én mondom, a kölcsön kamatját azt én mondom, hogy mikor árvereznek el, azt én mondom. A családokban igen, együtt élünk, de a feltételeket férként én szabom, feleségként én mondom meg, gyermekként, ha azt akarjátok, hogy idős szülők hozzám jöjjetek, akkor tudjátok meg, hogy itt van egy házi szabály, házi rend, itt alkalmazkodni kell idősekként, nem beleszólni a mi életünkbe, nem megkérdezni semmit. Igen, testvéreim, a nagy baj a 21. századnak a nagy problémája, és még az egyházról nem beszéltem, de gondolom mindenki tudja, hogy az egyházban is itt van a nagy baj, hogy az Isten törvényét félretettük, és különböző leíratok, igazgató tanácsi rendelet, statutumi előírás, presbiteri határozat szerint rendezzük az életünket. Isten, minthogyha Isten előre látta ezt. Isten előre tudta, hiszen ő teremtette, hogy milyen az ember. Ezért mondja már jó előre ott Mózesnek a Sínai hegyen, hogy majd, hogyha bementek az ígéret földjére. Tartsátok meg, mintha könyörögne az Úristen aggódva az emberért. Tartsátok meg azokat a törvényeket, amit én mondok néktek. Testvéreim, mi sokáig azt hittük, úgy gondoltuk, hogy Isten a Sínai hegyen egy törvényt adott, a 10 parancsolatot. De itt a felolvasott részben, de Mózes könyvében olvastuk még 3 helyen, számomra az egyik legfontosabb, az együtt élésünknek, a boldogságunknak,
Megkockáztatom a mondatot, még a 10 parancsolat fölé is merem helyezni ezt a törvényt, amit így mondhatunk, hogy az elengedésnek a törvénye. Az elengedés törvénye az, amit most hallottunk, és a Szentírás, az Ószövetség három ilyen törvényt ismer. Az első az a minden hetedik esztendőben, amikor pihenni kell hagyni a földet. Nem szabad bevetni. Mint ahogy az embernek nyugalma kell legyen a hetedik napon, azt mondja az Úristen, azt a földet se lehet a végtelenségig kihasználni. Annak a földnek is meg kell pihenni. Ne vesd be, ne szánsd el, hagyd nyugton, gyűjtsön erőt. Aztán jön ez az elengedésnek a szombatja. Majd jön a jubileumi év, az 50. esztendő, ami a zsidóknál arról szól, hogyha egy zsidónak eladósodott, eladta a földjét, eladta a vagyonát, az értékeit, mert valamiből kellett élni, az 50. évben az a zsidó mindent vissza kellett adjon a tulajdonosának. Nem volt olyan, hogy hát én nem akarom, ez törvény volt. Egy új élet lehetőséget kapott az az eladósodott ember. És jön a harmadik elengedés, amit így nevezünk, hogy az Úrnak a kedves esztendeje. Na most testvéreim, hogyha ezt a három elengedési ünnepet így csokorba kötjük, és az egészet áthozzuk, mint törvényt az új szövetségbe, akkor látjuk, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusunk ezzel kezdi az ő szolgálatát. Ismerős az ige, amikor hazamegy Názáretbe, bemegy a zsinagógába, a kezébe adják a törvénykönyvet, és ezt olvassa, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy szegényeknek evangéliumot, foglyoknak szabadulást hirdessek, éhezőnek enni adjak, szomjúhozónak inni, és most jön a mondat, amit mindig kihagytunk, és hogy hirdessen az Úrnak a kedves esztendejét. Igen, Jézus előveszi ezt az elfelejtett több ezer éves törvényt, és azt mondja, hogy ő azért jött, hogy újra törvény szerűvé, újra szabályá tegye, hogy az életet csak úgy lehet élni, hogy két emberi kapcsolatot csak úgy lehet megtartani, egy közösséget úgy lehet csak éltetni, hogyha törvény az, hogy elengedünk egymásnak adósságokat. Ez a nagy baj, hogy nincs elengedett adósság. Ez a nagy baj, hogy tönkre mennek jó szándékú, élni akaró emberek, akik meg se gondolják, hogy soha többet nem tudnak megszabadulni attól a bankkölcsöntől. Mert kamatot kamatos túl fizetnek. Gyülekezetünk, csak úgy beszúrom a mondatot, 100 éves. És hogyha az igéhez igazodom, akkor mondom testvéreim, halkan, hogy az elengedésnek az évét éljük. Amikor évvégén számba vesszük eladósodott egyház iránt, egyházadók nem fizető testvéreinket, azt a sok évet, amikor próbálunk etikai rendet teremteni a gyülekezetbe. Vajon ez a kérdés nem kellene komoly kérdés legyen azok iránt, akik nem tudják
15, 20, 30 évre elmaradt egyházadójukat megfizetni. De nem anyagiakról van itt szó. Az elengedésnek az éve. Testvéreim, emberi kapcsolatainkban egy kicsit, azt mondtam a múlt vasárnap, hogy az a belső hang vitatkozzon a prédikációval. Vajon nem érezzük úgy, hogy el vagyunk adósodva, mint társak egymás iránt? Ha úgy nyugodtan vagy nyugtalanul eszünkbe jut az eltelt élet, nem úgy érezzük, hogy ott vagyunk, soha nem fogjuk jóvá tenni, hogy mindig tartozunk az iránt, vagy afelé, a társ felé, aki megosztotta velünk az életet. És ezért kialakul egy kisebbségi érzés. Rossz fát teszünk a tűzre, és úgy érezzük, hogy ezzel növeljük adósságunkat. Gyermekkori példa. Mindenki gondoljon gyerekkorára, hogy érezte magát, amikor az édesanyja vagy az édesapja megbüntette. Hogy érezte magát, amikor ki volt szabva a feltétel, hogy amíg nem teszed jóvá a hibádat, nem írod le százszor, hogy többet nem leszek rossz. Egy hétig nem nézel televíziót. Amíg ezeket az általam előírt normákat nem teljesíted, addig te adós vagy. És akkor írtuk százszor, és térdepeltünk, és teljesítettük az adósságot, és milyen boldogok voltunk, amikor odajött édesanyánk, édesapánk, és azt mondta, na jó van kicsim, elengedem, nem kell a többi 50-et vagy 500-ról leírjad. Jól van, nem kell tovább térdepelni, felállhatsz, gyere ide. Ez a megbocsájtás. Mert akkor, amikor az elengedés évéről, az elengedésnek a szabályáról beszélek, akkor Jézus igazsága szerint a megbocsájtásról akarok beszélni. De nem úgy, hogy nem haragszom, elengedem, felszabadítlak. Elengedtem a hibádat, a büntetésedet, mint ahogy a lekcióban az a király, aki Isten példázza, elengedi sok bűnünket. Ilyen boldog az ember. A modern pszichológia azt mondja, amit az egyház is tanít, hogy a bűnbocsánat az egy olyan erő, amely a lélekben gyógyulási folyamatot indít el. Meggyógyul a lelked. Mind a kettőnek meggyógyul a lelke. Annak is, aki elengedi az adósságot, és annak is, aki úgy érzi, hogy elengedett adóssága van. Hát mi is történik? Egyenlő partnerek leszünk újra. Egyformán újra kezdhetjük az életet. Elengedni az adósságot. Próbáljátok meg. És azt fogjátok látni. Boldog emberek fognak körülvenni. Csicsergő, csivegő, szerető, ölelő, figyelmes emberek oda fognak járulni, és boldogan megköszönik a jóságodat, amivel elengedted. Mint ahogy mi is oda járulunk a Jóistenhez, boldogan is megköszönjük, ha elengedte bűneinket. De ez az elengedés éve a felszabadításnak is az éve. Mert ha arról beszéltem, hogy el kell engedni az adósságot, akkor arról is beszélni kell, a törvény értelmében, keresztény értékrendünkkel, hogy meg kell váltani
az adósságot. Jeremiást idézem, aki parancsot kap az Úristentől, van neki egy rokona, aki eladósodott, aki nem fogja tudni megvárni az 50. esztendőt, mert ugye háború van, és az Úristen azt mondja a Jeremiásnak, hogy menj, Jeremiás, a te rokonodnak a földjét vásárold meg, váltsd ki, és add vissza neki. Nem megvárni, hogy elteljen az a bizonyos idő. Megváltani, kiszabadítani. Testvéreim, ki az, akinek nincs adóssága? Ne a pénzetesség gondolni. Eladtuk magunkat ennek a rohanó időnek. És mindig fizetni kell azért a kicsi időért. Eladtuk a családunkat, idézőjelbe teszem, mert kevesebbet töltünk velük, mint amennyit munkahelyen. Váltsd meg! Mit mond ez az ige? Azt mondja az ige gyerekeknek, ha úgy érzed, hogy nincs édesanyádnak ideje reját, váltsd meg az idejét. Állj oda mellé, és segítsél neki, ne panaszkodj, hogy nincsen a szüleidnek ideje énre jár. Vegyél valamit, hogy legyen ideje. Mire hazajön fáradtan a munkából, deríts meg az asztalt, porcivózd ki a lakást, valamit csináljál. De a társadnak is. Ha azt akarod, hogy a feleségeddel sétálni tudjál, beszélgetni tudjál, míg ő főz, te válts meg az ő munkájától, és végezd el helyette. Mert ide már nem is kell a példa. Hát Krisztus életét adta értünk, és így váltott meg minket ettől a világtól. Az elengedésnek az alkalma, az elengedésnek a törvénye megváltoztathatja az életünket. És Jézus azt mondja, hogy ő meghirdeti az Úr kedves esztendeit. Azt a jó kedvet, amelyben mindenki tudja, hogy nem adós a másiknak, hanem felelős a másik. Mint ahogy Pál apostol mondja, ti erősek, hordozzátok az erőtleneket. És hogyha ezt meg tudjuk tenni, testvéreim, megáldja, megszenteli életünket az Isten. És kijutunk a krízisből, családi válságból, emberi kapcsolatok töredezettségéből, és újra egyenlő félként tudunk boldogan élni. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 468-as énekünknek az első versében. A 468-as énekünknek első versét énekeljük. Kövesd a Jézust, kövesd még ma.
te, mint mennyei atyánk, a te kegyelmedbe bízva, Krisztus szeretetében, megváltásunk tudatában megköszönjük, hogy úgy állhatunk meg előtted, mint aki tudjuk, hogy megbocsájtottad a mi bűneinket. Elengedted adósságunkat úgy, hogy Krisztus fizetett megértünk. Hadd, Uram, hogy Urunknak példája, tanítása, az igének üzenete adjon erőt, hogy mi is így cselekedjünk. Hogy ne érezzük, és ne éreztessük, hogy valaki lekötelezett, hogy valaki, mert jót tettünk, tartozik nekünk. Add, Uram, hogy tudjunk úgy élni, segíteni, hogy ne kötelezzük le, ne kössük meg a másiknak az életét, hanem felszabadítsuk, boldoggá tegyük, örömmel hirdessük az Úr kedves esztendeit, az elengedésnek az állapotát, amikor úgy engedjük el az adósságot, hogy magunkhoz öleljük azt, aki a miénk, mert nekünk ajándékoztat. Uram, ha eljön az idő, az, hogy így adjuk át neked az életet. Mint akik tudjuk, hogy megváltott életet, megáldott életet. Olyan életet adunk át, amelyekben nincsen hiba, mert nem tartottuk számon azokat, csak a jóságot. Így kérünk, adj nekünk egy boldog hetet, egy esztendőt, hogy így örömöt tudjunk ültetni, hogy majd hálaadás nőjön belőle. Amen. Elcsendesedett lélekkel, magunkban, magunkért, szeretteinkért. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünk add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy mink kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, örömmel jelentem a gyülekezetnek, kérve a gyülekezetnek még egy pár percre a türelmét és figyelmét, hogy kiszolgáltatjuk a keresség sákramentumát. Kérem a gyülekezetet, maradjon be, hogy együtt örvendezzünk a keresség sákramentuma kiszolgáltatásának. Mátyus Ferenc és Rúzsa Krisztina református szülők gyermekét kereszteljük, Ferencet. Megkérem a gondnok urat, szíveskedjék behívni a keresztelőseket, mi pedig készüljünk a keresztelésre a 255-ös énekünk első versével.
felszínőket, a gyülekezet felállva hallgassa meg, miképpen szerette a mi úrunk Jézus Krisztusunk a keresség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. részének 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk nemvén Jézus szóla nékik mondván, nékem adatott minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Gyülekezet, kérem foglalja el a helyét, szülők, keresztülők állva maradnak. Kedves testvéreim, szülőknek, keresztülőknek mondom, szülőknek, akik már kereszteltek gyülekezetünkbe gyermeket, hogy a keresztelési Isten tiszteletnek két része van. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy a keresztelési Isten tiszteletnek egyik feladatát a lelki pásztor végzi el, a keresztelésnek a másik feladata a szülők, és a keresztszülők feladata, ezt ők kell elvégezzék. Lelki pásztor és gyülekezet. Ezen az Isten tiszteleten a feladatát úgy végzi el, amint hallottátok, tisztelt keresztszülők, hogy kéri az Úristen segítségét, imádkozik a ti gyermeketekért, hiszen ezt énekeltük, hogy Isten leborulva, esedezve kérünk, hogy ez újszülöttnek földi egész éltét a karjait védjék. Tehát ez a gyülekezet, mint egy nagy család, egy közösség, szeretné látni, hallani, hogy boldogon éltek az életeket. Szeretné látni és hallani, hogy nem hiába való volt a mi imádságunk, hogy a megáldott életetekkel ezt a gyermeket, most jön a ti feladatotok, bekapcsoljátok, behozzátok az Isten és a gyülekezet közösségébe. Mert a keresztelésben, amikor én elmondom a prédikációt, és mielőtt megkeresztelem a gyermeket, akkor felteszem a kérdést, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e. Kedves Ferenc, nem most az édesapának mondom, nem most ismerjük mi egymást. Ha én azt mondanám neked, hogy tanítsál meg engemet angolul, meg tudnál tanítani? Nem, miért nem? Mert nem tanultad, igaz? Na most már, hogyha azt mondom, hogy taníts meg ezt a gyermeket, mint édesapa, templomba járni, meg tudnád tanítani? De hogy tudnád megtanítani? Hát, hogyha te nem jársz templomba, akkor hogy tanítod meg a gyermeket templomba járni? És ezt nem csak neked, ezt minden szülőnek elmondom, hogy csak azt tudjuk megtanítani gyermekeinknek, amit mi is megtanultuk. Csak abba tudjuk gyakorolni, és belevinni a gyermekeinket, mert én sem tudom megtanítani, kedves Ferenc, nem akartalak én megbántani ezzel, mert még sokan vannak ilyen keresztszülők. Én csak azt akartam elmondani, hogy hiába mondanád, hogy tanítsalak meg a matematikára, nem tudlak, mert nem tudom én sem a matematikát. Alig engedtek át az érettségét. De az Isten igéjét csak úgy lehet tanítani, ha tanuljuk az Isten igéjét. Imádkozni csak úgy lehet megtanítani a gyermeket, ha tudunk mi is imádkozni. Csak úgy lehet majd gyermekünktől megkövetelni, hogy jó keresztény legyen, ha mi is jó keresztények legyünk. És amikor én ezt elmondom, hogy az én feladatom, a gyülekezet feladata, hogy megkereszteljünk egy gyermeket, hogy imádkozzunk egy gyermekért, akkor ezeket a példákat azért mondtam, mert nem szeretném, hogy ti megígértek valamit, és azt nem tartjátok meg.
Nem szeretném, hogy ez a gyülekezet, és ezt mondom szülőknek, akiknek gyermekeik vannak, azoknak, akik majd fogják hallani, hogy meghívták őket keresztszülőnek. Mondjuk meg, mi idős szülők, hogy gyermekem, csak azt vállald el, aminek eleget tudsz tenni. Csak akkor legyél te keresztszülő, hogyha keresztény hitbe fogod majd a kereszt gyermekedet nevelni. Mert az nem keresztszülőség, hogy majd veszel egy ajándékot születésnapjára. Aztán majd konfirmációban egy motorbiciklit. Ne. Ne. A keresztény élet azt jelenti, hogy együtt Krisztushoz visszük a gyermeket. Hát én így fogok imádkozni. És én, amikor mi megbeszéltük ezt a keresztelést, akkor úgy beszéltük meg, hogy ezután másképp lesz. Úgy beszéltük meg, hogy ezután együtt, közösen mindent megteszünk, hogy a ti gyermeketek megismerje otthonotokba, templomba, gyülekezetbe Jézus Krisztust. Segítsen az Úristen! Adjon erőt az Úristen úgy szülőknek, mint keresztszülőknek, ennek a gyülekezetnek. Mert mi is nem csak a szülők, keresztszülők, mi gyülekezet is, ígéretet és fogadalmat fogunk tenni. Adja az Úristen, hogy majd elmondja ez a gyermek, hogy mindent megkapott, megismerte Krisztust, mert úgy éltük az életet. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt kiszolgáltatnám a keresztség sákramentumát, felállva együtt tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Tisztelt szülők, keresztszülők, két kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval válaszoljatok. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, akkor válaszoljatok, akarjuk. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Istenben vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ha igen, válaszoljátok, ígérjük. Most pedig a gyülekezet jelenlevő tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Együtt imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei Atyánk, hallottuk az ige hirdetésből, hogy te elengeded adósságunkat, hibáinkat, mulasztásainkat. Ezzel a reménységgel állunk meg szülőkkel és keresztszülőkkel, mint akik tudjuk, hogy te nem csak elengeded mulasztásainkat, hanem szeretsz bennünket. Tudjuk, Uram, hogy te szereted ezt a családot. Egy édesanyának és édesapának úgy adtad ezt a gyermeket, aki egészséges, akiben örömük van, hogy szeretetednek jelét is megmutattad.
Imádkozunk édesanyáért, édesapáért, szülőkért, keresztszülőkért, adj nekik erőt, hogy tudják megtartani ígéretüket és szabadalmukat. És adj nekünk erőt, hogy mi is tartsuk meg ígéretünket, fogadalmunkat, hogy ez a kisgyermek megismerje a Krisztust, azt a szeretetet, amelyben nőjön, gyarapodjon a te dicsőségedbe, szülei örömére. Amen. Most kérem szépen akkor a sapkáját levenni. Ugye csak Ferenc. Tessék. Igen, hasonló. Ferenc, én keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevébe. Amen. Egy kicsit szembe menjünk. Most el lehet tartani szembe. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Szent Fia, mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Jó. Gyülekezet helyét elfoglalva, áldásra várva, a 255-ös énekünknek a negyedik versét énekeljük. Közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.